Amennyiben az idő engedi, a magyar kanizsai Tiszapart rendszerint tele van emberrel. Van, aki a Tiszában úszik, van, aki a medencéket választja, de olyan is akad, aki csak napozásra vágyik. Mit szoktatok csinálni a Tiszaparton? Sűrű járok a barátaimmal le a partra, általában fürödni. Mi inkább a medencében fürdünk, mint a Tiszában, mivel a sokkal higiénikusabb, és napozni szoktam. Mit szoktál csinálni itt magyar kanizsán a Tiszaparton? Majdnem minden nap lemegyek fürdeni. Szeretek úszni, napozni, sokan lent vannak a strandon, és akkor röplabdázunk. Van baráti társaság, akivel lejár? Hát igen, általában összebeszélünk, és akkor csinálunk csapatokat, és játszunk röplabdát, akármit, frisbizünk, lábteniszezünk. Tehát akkor mondhatod, hogy az egész nyarat kihasználják. Igen, amennyi időt csak lehet lejárunk a strandra. Magyar Kanizsa híres a rendezett folyópartjáról. A hűsölni vágyókat kültéri gyermek és felnőtt medence, rendezett strand, játszótér, valamint kiránduló és kempinghely is várja. Emelte ki Bodnár Ivett, Magyar Kanizsa idegenforgalommal megbízott munkatársa. Milyen lehetőségek adottak a Tiszaparton a magyar kanizsaiak számára? A rendezett Tiszapartunk minden évben május 3-ától a kempingezők számára is megnyitja a kapuit, és a szabadtéri gyermek medencénk is szintén június 15-től várja a fürdőzni és hűsölni vágyókat. A Tiszapart lehetőségei között a szabadtéri homok röplabdapálya is a sportolni vágyók kedvében igyekszik járni, mindemellett rendezvényeink is otthont kapnak a Tiszaparton. Eddig milyen rendezvények voltak az idei évben a Tiszaparton? Rendezvény jelent meg kell említenem, mivel ugye egyedi természeti jelenség Magyar Kanizsán a Tisza virágzás. Az idei évben volt egy Tisza virág filmfesztiválunk is, ami szintén a Tiszaparton került megrendezésre. Ez a Coolstream projekt kapcsán valósult meg. Ez egy sikeres IPA pályázata volt az önkormányzatnak. Mindemellett a strand szépe, a magyar szó strand szépe rendezvényünk is az idén júliusban került megrendezésre. Emellett a Tiszaparton a maraton augusztus 10-én, ami szintén sportrendezvényünk, ami már 38 éve töretlenül a Tiszaparton kap helyet. Ezen kívül a vadásznapok, ami az idén második alkalommal kerül megrendezésre, szintén a Tiszaparton. Milyen újítások voltak a Tiszaparton az idei évben? Az idei évben első körben a Coolstream projektnek köszönhetően a Tiszapartot egy új mólóval bővítettük, a meglévő régi mólónkat az önkormányzat felújította, és átkerült a kempingezők számára egy nagyobb és biztonságosabb móló, valamint az új mólón ugye padok is helyet kaptak azok számára is, akik csak nézelődni szeretnének a Tiszán, és ezen kívül a Coolstream projekt keretein belül még padok is érkeznek a Tiszapartra a nyár folyamán. Azon kívül önkormányzatunk kicserélte a hintákat a játszótéren, és még érkezik két baba hinta is a kisebbek kedvére is, valamint a játszótér elemeink is bővültek a Geniza vállalatnak köszönhetően. Így önkormányzatunk igyekszik minden évben odafigyelni arra, hogy élhetőbb, és mindig odafigyelünk arra, hogy minél szebb és rendezettebb legyen a Tiszapartunk, tehát a szükséges felújítások, vagy esetleges tartalmak bővítése mindig szempont. A kültéri medencék nyitvatartásáról és a belépő árakról mit tudhatunk? A kültéri medence nyitvatartása, ugye, ahogy említettem, június 15-én kezdődik, és egészen augusztus 31-éig, mondhatni az iskolaszünet végéig tart. A medence hétfői nappal zárva van, ugyanis hétfőn van a minden héten történő tisztítása a medencének. A nyitvatartás 10-től este 7 óráig van, a többi hétköznapokon, illetve hétvégén. A medencék augusztus végéig üzemelnek, majd 2-től vasárnapig. A belépőjegyek ára felnőtteknek 150, gyerekeknek pedig 70 dinár.